Sziasztok, Svejt Zsolt vagyok, a tech2.hu-t nézitek, képernyőn pedig a Liveproof-nak a nőtt tokját láthatjátok iPhone 5-höz és 5S-hez. A tok használatával készülékünket ütés, hó, por és vízállóvá tudjuk varázsolni. Ha megnézzük a doboznak a hátulját, akkor itt láthatjuk feltüntetve, hogy 2 méter mélységig lesz vízálló a készülékünk, teljes mértékben méd a portól, illetve a hótól és a jégtől, valamint 2 méter magasságból leejtve teljesen ütésállóságot biztosít ez a tok. Dobozt itt elől ki lehet nyitni, láthatjuk, hogy ez egy zöld-fekete színű modell, elérhető még ciklámen fehérben, fehér szürkében, valamint teljesen feketében. Ha kinyitjuk a dobozt, amit itt felül tudunk megtenni, készülék mellett találunk még a dobozban egy képernyővédő fóliát, amit igazából csak opcionálisan felhelyezhetünk, de érdemes megtenni, akkor legalább a karcolódásoktól is védi majd a készülékünket. Kapunk hozzá egy kis Liveproof-os törlőkendőt. Van itt nekünk egy leírásunk. Továbbá itt találunk a doboz oldalában egy jack hosszabbítót, ami azért lesz szükséges, mert a tok speciális kialakításának köszönhetően itt láthatjuk, hogy van egy becsavarható rész. Ezt is az a célt szolgálja, hogy vízálló legyen a készülék, viszont hagyományos fülhallgatókat így nem fogunk velem tudni használni, csak akkor, hogyha csatlakoztatjuk hozzám ezt a hosszabbító kábelt, és akkor utána már bármilyen fülhallgatóval, fejhallgatóval képesek leszünk használni itt tok mellett is a telefonunkat. Ha megnézzük itt a tokot, találunk benne egy kis műanyag részt, amit hogyha elolvasunk, akkor látható, hogy ez egy ilyen test unit, azt a célt szolgálja, hogy először próbáljuk ki ezzel a termékünket, és hát a tokot, hogy víz alá merítve befolyik a víz, mert hogyha igen, akkor rosszul helyeztük fel, és akkor legalább nem a telefonunk fog igazából vizes lenni, hanem csak ez a test unit. A tokot egyébként nagyon egyszerű felhelyezni. Itt látható egy hátlapi rész, ebbe simán beleillesztem az iPhone-omat, és lehet először inkább az előlapiba kellene. Látható, hogy szépen passzosan illeszkedik benne a készülék, és ha ezzel megvolnánk, akkor már csak ezt a hátrapi részt kell minden saroknál szépen körbe felpattintanunk. És látható, hogy meg is volnánk vele. Itt még alul van nekünk a Lightning csatlakozónak egy kis ajtó, ami szintén a víztől fogja majd ezt védeni nekünk, és igazából meg is holnánk. Amit itt észre lehet venni a toknak az elején, hogy ez már működik a Touch ID-val, az Apple-nek az új lenyomat érzékelőjével. Hogyha leszedjük ezt a kis fóliát, illetve látható, hogy a képernyőt azt nem védi semmilyen átlátszó műanyag rész, hanem itt már egyből nekünk a kijelző látszik. Felülkivágva maradt a hely a kamerának, a szenzoroknak, alul itt láthatunk két kis rést a hangszóróknak, mikrofonnak, ugye négy itt alul is. Ahogy mutattam, itt található a kis lecsavarható ajtó mögött a jack kábelnek a csatlakozója. Oldalt elérhetők a hangerőszabályzó gombok, valamint a log gomb, illetve felül is itt a lezáró gomb. Természetesen hátul a kamerának, illetve a flashlapnak is kivágva maradt a hely, és látható, hogy hátulról pedig egy ilyen átlátszó műanyag borítást kapott, így látszódik a készülékünknek a hátulja is. Ez lett volna a Liveproof-nak a nőtt tokja iPhone 5-höz és 5S-hez. Svejt Zsolt voltam, a Tech2-t néztétek, sziasztok!